Egymást érik az értékelések a kormány elmúlt két évéről, mivel a kormányzati ciklus feléhez értünk. Az LMP szerint például a kormány az elmúlt két évben betetőzte a rendszerváltozás kudarcát. Karácsony Gergely, a párt parlamenti képviselőcsoportjának helyettes vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit jelent ez a mondat? Hát, ha nagyon röviden akarom értelmezni, akkor induljunk ki abból, hogy az LMP hogyan állt a rendszerváltás folyamatához az elmúlt két évtizedhez. Mi azt gondoltuk... Azt nagyon röviden akarja mondani, de igen, mindjárt igen, mentünk Ádámhoz, kicsit, Évához. Igen, igen. Tehát mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon 2010 előtt működött egy viszonylag jól egy jó alkotmányos rendszer, egy viszonylag jól felépített jogállam, amit a különböző politikai összefüggések miatt nem sikerült jól üzemeltetni, és nem alakult ki egy olyan igazságosabb társadalom, ami talán nagyon sokan gondoltak a rendszerváltás előtt. Most ehhez képest azt látjuk, 2010-hez képest, hogy lerombolták ezt a jogállamot, és egy még igazságtalanabb gazdasági és társadalmi politikát sikerült megvalósítani. Ezért mondjuk azt, hogy bizonyos szempontból betetőzte a rendszerváltás kudarcát, hiszen azt a harmadik köztársaságot, amit mi egyébként az alkotmányos intézményei miatt szerettünk, és a társadalmi igazságtalansága miatt bíráltunk, az sikerült még rosszabb képleté átalakítani, és most már egy jól működő jogállamról sem beszélhetünk. Nagyjából röviden ez az elmúlt két évnek a mérlege, és éppen ezért azt gondoljuk, hogy bizonyos szempontból az elmúlt 22 évnek is a betetődését jelentette. Persze az, hogy beszélhetünk-e jól működő jogállamról akkor, amikor azt mondja, hogy egyébként meg a politikai összefüggések miatt gyakorlatilag rosszul működik mégiscsak, az is egy érdekes dolog. Tehát itt arról volt pusztán szó, hogy valamit elrontottak, ami korábban jó volt, vagy arról van szó, hogy volt egy rendszer, amivel kapcsolatban volt nagyon sok probléma, és ezen akár lehetett is volna javítani, csak nem biztos, hogy abban az irányba kellett volna elmozdulni, mint ami most történt. Biztos, hogy nem ebben az irányba. Tehát mondjuk egy példát, ami az elmúlt időszakban is jellemző volt, ez a korrupció. Tehát az, hogy a különböző pártok között meglévő háttérmegalapodások tulajdonképpen meghatározták, mondjuk például azt, hogy mondjuk Magyarország miért éppen mondjuk kiemelt autópályaépítési programba vágott bele. Biztos van az autópályaépítésnek nagyon sok jótékony hatása mondjuk az infrastruktúra fejlesztésen keresztül a gazdasági növekedésre, de lehet, hogy másodat is választhatunk volna. Például ehhez jöttek uniós források. Igen, de nyilván jöhettek volna másokhoz is, csak itt mi azt lehetett látni az elmúlt évtizedekben, hogy ez volt az a forrás, ahonnan a hírek szerint ugye finanszírozták a pártokat. Tehát ez például egy olyan dolog, ami az elmúlt időszakban 2010 előtt úgy működött, hogy a Fidesz és az MSZP között volt valamilyen háttérkartel, most pedig tulajdonképpen az mondja, hogy a Fidesz elvisz mindent. És hát az egyik olyan dolog, ami miatt mi nagyon élesen bíráljuk a kormányt, az, hogy azt a fajta korrupciót, ami olyan szörmentén, ilyen lelkesfurulásos módon működött a politikában, ezt most büszkén vállalják. Lázár János tegnapi napirendető felszólása egészen elképesztő magaslatokat nyitott meg ilyen szempontból, hogy miért baj az, hogyha egy cég elviszi a közbeszerzéseknek, nem tudom, 20%-át, mi van a maradék 80%-nak. Azt hiszem, hogy 14%-ot vicsak el a közgép, miért nem arról kezdenek igen. vizsgálatokat, hogy mi történt a másik 86%-ban? Ebben a 14%-ban egyébként azok a közbeszerzések is benne vannak, ahol a közgép azért nem indul, mert ott a közgépnek más cégei, a portfóliában tartozó más cégek. Az építési piacon egyébként még 20%-nál is nagyobb a közgésznek a részesedése. Tehát, de hol függ ez össze a jogállammal? Hát nagyon szorosan összefügg, mert ahhoz, hogy egy gazdasági érdekkör, egy nagyon szűk érdekkör ennyire tudjon diktálni a magyar politikának, ahhoz az kell, hogy meg kell változtatni a jogszabályokat. Tehát az ördög ilyenben az egész rendszerben, ami most képül. Tehát hogy függ össze mondjuk a közgép, meg teljesen az alkotmánybíróság, vagy az ombudsman, vagy bármelyik másik olyan intézmény, aminek a megszüntetett átalakítását önök többször is hangosan kritizálták? Hát leginkább úgy, hogy például azok a jogállami intézmények, amikkel mondjuk a hatalom kontrollját fent lehetne tartani, azokat megregulázták, vagy meg is szüntették. Tehát például az, hogy nincsen adatvédelmi ombudsman, az szorosan összefügg azzal, hogy milyen Magyarországon a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatnyilvánosság. Tehát például az, hogy mondjuk a Magyar Fejlesztési Bank mondjuk mire adott a közgépnek 34 milliárd forintot, azt nem tudjuk, mert törvény szerint nem kell megmondaniuk. És ezek a változások az elmúlt már két évben folyamatosan volt. Például mondjuk ez csak egy részterület, de azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó lakmuszpapír, hogy hogyan működik a Fidesz-féle hatalom, az a közbeszerzésnek a szabályozása volt, amit több körben folyamatosan addig gyúrtak, hogy gyakorlatilag Magyarországon nincsen fair piac a közbeszerzéseken, ami azt jelenti,
hogy a magyar adófizetőknek sokkal többe kerülnek azok a beruházások, amik megvalósulnak, hiszen felverik az árakat, másrészt pedig olyan beruházások valósulnak meg, amire nem biztos, hogy szükség van. Csak egy példát megint hagy mondjak, hogy biztos nagyon jó dolog, hogy Szajol és Püspökadány között 160-nal tud majd menni a vonat, ha elkészül az a 110 milliárdos befektetés, de csak közben ennek a pénznek a töredékét megsporolandó gyakorlatilag leáll a vasúti közlekedés más részein az országnak. Persze ez sincs direkt összefüggésben, hiszen erre uniós finanszírozás jön a felújításra, egyébként meg a MÁV működtetése az az állami költségvetésből történt. Világos, de nyilván az EU-s forrásokat lehetne arra is használni, hogy vagy közösségi közlekedés fejlesszük más területeken is, és ne csak azon a 20 kilométeresen szakaszon lehessen 160-nal rugolni. Hát mondjuk itt van a BKV mindjárt, a közösségi közlekedés egy érdekes terepe lesz, meglátjuk, hogy ott mi történik. De volt csörte egyébként tegnap a parlamentben már ebben az ügyben, országértékelésképpen, mert az ön frakció vezetője és képviselőtársa Jávor Benedek is meglehetősen keményen fogalmazott, és volt, amire jött válasz is. Például talán segíthet nekünk értelmezni, hogy hogyan lehetséges, hogy Jávor Benedek szerint nőtt a munkanélküliség az elmúlt két évben, Rétvári Bence államtitkár szerint viszont a foglalkoztatottak száma nőtt. Ha most nem azt feltételezzük, hogy Rétvári Bence egyszerűen hazudott, akkor ez a kettő hogy lehet egyszerre igaz? Hát ez egy számháború, különböző számok vannak. A foglalkoztatottak száma az azt jelenti, hogy éppen hányan dolgoznak, a munkanélküliség pedig az, hogy hányan nem találnak munkát, és az a kettő nem mindig fedi egymást. Ugye a foglalkoztatottak száma azért nőtt Magyarországon, mert beindult egy egyébként nagyon erősen vitatható közmunkaprogram, amiben tulajdonképpen, legalábbis a mi vidéki tapasztalataink szerint, hát nagyon sokszor rendkívül aggályos módon foglalkoztatnak embereket. Ez a bizonyos 47 000 forint, amiből állítólag meg lehet élni. Persze azt is mondja, hogy a kormány, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy jobb lenne, hogyha ennél többet fizetnének, csak az volt a dilemma, hogy sokkal több ember keres legalább 47 000 forinton, vagy kevesebben keresnek többet. Világos az a kérdés, hogy ez a közmunkaprogram túl azon, hogy átmenetileg mondjuk valamilyen megélhetést ad az embereknek, hogy ez hosszú távon hozza ezt a hatást, hogy ezek az emberek aztán tartósan megmaradnak a munkaerőpiacon. És az a probléma, hogy Magyarországon a reálgazdaságban, tehát a magánszférában igazából új munkahelyek nem jöttek létre, miközben ugye itt volt egy ígéret 1 millió új munkahelyről, ami valóban nagyon hiányzik a magyar gazdaságból, ez nem valósult meg, pedig ez az egyik kiemelt célja a kormánynak, és a másik kiemelt célja pedig az államadóság csökkentése, amihez ráadásul felhasználták a magánnyugdíj pénztári vagyont, amit gyakorlatilag lenyúltak, és ennek a felét bele is forgatták, hogy az államadóság csökkentésében, csak közben annyira a dilettáns gazdaságpolitikát folytatnak, hogy a forint árfolyam miatt az államadóság sem csökkent. Tehát tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy vannak kiemelt céljai kormánynak, óriási erőfeszítéseket követel meg a magyar társadalomtól, hogy ezeket el tudja érni, és még ezekben a frontokon is kudarcot vallott, és akkor nem beszélünk arról, hogy hogyan építik le az oktatást, az egészségügyet, a szociális szférát, hogy a külpolitikájuk egy teljes rémálom, az, hogy mit sikerült mondjuk a fenntarthatóság vagy környezetvédelmi ügyekben, milyen évtizedeket léptünk vissza, ahelyett, hogy előre léptünk volna. Tehát azt gondolom, hogy ennek az elmúlt két évnek a mérlege az, hogy kormányozni nem tudnak, csak uralkodni. Tehát igazából a Fidesz politikájának a logikája az arról szól, hogy hogyan tudnak ők ebből a hatalmi pozícióban minél többet kihozni, hogyan tudják ezt a hatalmat hosszú távon megtartani, anélkül, hogy jól kormányoznának, és ők már valószínűleg szembenéztek az, hogy a választók akaratából ők nem fognak kormányon maradni. Az a cél most, hogy a választók akaratát valahogy megpucsolják, vagy olyan módon alakítsák ki a választókerületeket, bevezessék az előzetes regisztrációt, az ellenzéki pártoktól megmondják a pénzt, hogy annak ellenére hatalmon tudjak maradni, hogy egyébként a választóknak már elég van. Mondjuk belőlük. A közvéleménykutatási adatok azok még nem a választás átalakuló szabályait tükrözik, és mégis ez is azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk az önök megfogalmazása szerint minden fronton konfliktusokba kezd a kormány, ha most választások lennének, bár valóban sokan lemorzsolódtak a kormánypártok szavazótáborából, de még mindig megnyernék a választást. Ezt mivel magyarázzák? Hát ez nem egyértelmű, hogy megnyernék a választást egyébként. Azon kívül pedig a Fidesz egy hihetetlen magas támogatottsági szintből indult lefelé, és most ott tart arányosabb, mint 4 évvel ezelőtt a szocialisták. Tehát elvesztette a támogatóinak a felét. Én nem állítom azt, hogy az ellenzék nagyon hasít, de azért vannak olyan közvéleménykutató intézetek, és mondjuk én függetlenül attól, hogy most konkrétan ez az eredmény, általában nekik szoktam inkább hinni, amiben nagyjából úgy néz ki, hogy az ellenzéki pártok és a Fidesz támogatottsága nagyjából megegyezik egymással. Nyilván az ellenzéknek hát jobb teljesítményt kell nyújtani a saját pártommal kapcsolatosan, és azt gondolom, hogy van okunk kritikára, meg optimizmusra is. Milyen kár, hogy elfogyott most az időnk, de akkor legközelebb folytathatjuk az ellenzék elmúlt két évének a teljesítmény elemzésével. Köszönöm szépen. Szívesen elmondom azt is. Köszönöm szépen.